Szabad, 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 bennem a levegő. Molnár Emese vagyok, vagy ahogy már sokan ismernek, Gemese. Ez itt a Szabad bennem a levegő című podcastem. Vendégeimmel beszélgetek hangról, megélésekről, az éneklés erejéről. Élményének beszélgetések, nem csak énekeseknek. Az éneklés, mint traumáink vagy életörömeink feldolgozásának eszköze sok mindenki szájából elhangzik. Viszont kevés énekest ismerek, aki nyíltan és természetes őszintességgel alkalmazza. Mai vendégem minden lehetőséget megragad arra, hogy a sejt szinten tapasztalt érzései dalban is kifejeződjenek. Zenéjével gyógyít és gyógyul, workshopjaival, kreatív kurzusaival tanít és felszabadít, koncertjei pedig felérnek egy modernkori rituális tűztánccal. Mai vendégem Faja Bea. Szia, mesélj, de jó volt ezt a felvezetőt hallgatni, köszönöm szépen. Hát én is köszönöm, hogy eljöttél, és igen, ez a tűztánc, ez egy ilyen reggel jutott eszembe, hogy ez tényleg olyan volt, amikor utoljára hallgattalak, úgyhogy bele kellett írnom. De ami nekem ez a fölvezető is sugal, és az első kérdésem is erre fog vonatkozni, hogy ugye azt tudjuk, és nagyon sok helyen elmondtad, hogy ahogy a dalaid azok folyamatosan leképezik azt, ami följön belőled, vagy ami történik veled. És nekem ezek nagyon nyíltak és őszinték, de mindig eszembe jut az, hogy vagy eszembe jutott az, nem is mindig, de már többször följött veled, hogy van-e olyan, amihez te nem mersz hozzányúlni, vagy még nincs ott az ideje? Nagyon jó ez a kérdés, és már úgy kíváncsian vártam, hogy hova kanyarítod a végét, mert az az egyik alapkérdés velem kapcsolatban, hogy hol a határ. Tehát, hogy mit osztok meg, és mit nem. És nagyon örülök, hogy most így tetted föl konkrétan a kérdést, hogy mi az, amit nem osztok meg. Hát rengeteg minden van, nyilván erről beszélni sem fogok, de annak van egy tudatossága, hogy van egy határ. Tehát amit én körülbelül 3 lépéssel beljebb vagyok, azt már visszamenőleg meg tudom osztani, és hogy mennyi ez a lélektani 3 lépés, a franc tudja, de tudok neked néhány történetet mondani, amikor mondjuk csak 1 lépéssel voltam beljebb. Ugye a válásom után közvetlenül a Hazatalálok című albumon írtam egy hálaéneket az exemnek, és mondjuk úgy, hogy a mindenkori exeknek, a mindenkori volt szeretőknek, és akkor és ott azok a sorok még bennem éppen, hogy születőben voltak, éppen, hogy elkezdtek így kirezegni a semmiből, vagy a minden mondatok masszájából dallá, és akkor és ott azt éreztem, hogy hú, ez még egy picit korán van, de ami történt, mivel ez egy hálaének, tehát egy nagyon, ugye a gyászfázisnak a dűből való átvezetése történt ott a hála felé, tulajdonképpen maga a dal csinálta meg nekem ezt a folyamatot a lelkemben. Hogy a dalnak a sorai kezdtek el visszamosolyogni rám. Magyarán szólva, még érthetőbbé téve a sztorit, egy válás kapcsán nagyon sok dű feljöhet, nagyon sok dolog fáj, és én meg ezekben a sorokban olyasmiket írtam le, hogy hálás vagyok, hogy nagyon köszönöm vért és könnyet eget földecsleg végül a gyermekeket, szóval, hogy tényleg a hálát elkezdtem hangsúlyozni, kihangsúlyozni, szinte nagyobbá teremteni, mint az akkor bennem volt, és lőn elénekeltem 1-szer, 2-szer, 10-szer a dalt, és a 10-diknél megszületett az, hogy de hát én tényleg nagyon hálás vagyok neki. És hogy ekkor ennél a fázisnál például éreztem, hogy hű, ez a szokásos határtartási gyakorlatomnál egy kicsit merészebb volt, de hát ilyen is van, szóval, hogy ezzel én is játszom, hogy hol a határ, de azt pontosan tudom, hogy van egy határ. Igen, vannak dolgok, amikről nem beszélek, vannak dolgok, amelyekről nem éneklek. Hozzáteszem, szerintem az én, mióta csinálom ezt 15-20 éve már ezt a fajta dalszerzői munkát, azóta azért a világ is nagyot változott, tehát, hogy egyszer csak rájöttem, mond. Igen, nekem az jutott eszembe, hogy amikor ugye trauma történik,
mert ez trauma, ami mondjuk a válás. Mert nem, ugye azért is hangsúlyoztam ki a bevezető, hogy azért életörömről is egy pont ez az utolsó lemezed, ez abszolút abban hullámzik, és itt is most ezt mondtad, hogy hálát adtál ezeknek az exeknek, még annak ellenére is, hogy akkor nem az volt a hangsúlyos az érzéseidben, de hogy amikor történik egy trauma, tegyük föl mondjuk nem düh, hanem tényleg egy ilyen nagyon mély dolog, akkor elnémulsz-e? Tehát, hogy például van-e olyan téma, és megint nem azt kérem, hogy történetet oszd meg, hanem csak, hogy van olyan téma, vagy ami egyszerűen elnémít, mert hogy valahogy mindig az képe mindenkinek rólad, hogy mindig dallal válaszolsz, mindig dalban, tehát, hogy itt volt ez a COVID, és folyamatosan igazából te tartottál másokban lelket, vagy adtál nekik egy ilyen nagyon nagy mentális feltöltődést azáltal, hogy énekeltél, és hogy az éneklést mindenki úgy éli meg, hogy úristen, hogy ez egy nagyon jó érzés, de hogy arról akarok én egy kicsit most ide beszélni, hogy igenis nekünk énekeseknek néha nagyon nehéz énekelni, és hogy ilyen jellegű dolog történt-e veled, hogy nem tudtam énekelni, bezárult. Én nagyon szeretek énekelni, és az nagyon megvan bennem, hogy nehézség idején is tudom, hogy egy kicsit szinte kognitív cselt csinálok a lelkemmel, és elkezdem kinyitni a számot, és ez a fizikai rezgés az engem segít. De azért annak, amit mondtál, nagyon is van jelentése, mégpedig azért, mert vannak olyan fázisok, amikor az énekes még néma, és nem énekel. Nálam ezek a fázisok nem olyan hosszúak már, mert elkezdek próbálkozni, elkezdem magam vezetkedni, akár ilyen kognitív csellel, hogy tudom, hogyha éneklek, akkor kevésbé fog fájni, vagy az vezet valahova, mert már ezek ezerszer megtapasztaltam. De vannak olyan fázisok, amelyeket nem mutatok meg, csak ugye az az érdekessége ennek az énekesi szakmának, hogy a néma fázisokat nem annyira látják. És akkor ebből kialakul ez a, nem annyira hallja a közönség, és ebből kialakulhat az a mítosz, hogy az énekesnek mindig jó kedve van. Egy záróélet megnyitok, ha beültem régen egy taxiba, és icipicit dudoráztam, mert éppen mondjuk kreáltam valamit, akkor az első, amit mondtak, hogy de jó kedve van. Tehát éneklés egyenlő jó kedv, az fel sem merült, hogy esetleg mondjuk valami nagyobb fájdalmat dolgozok fel dúdolással, tehát hogy ez az énekes egyenlő jó kedvű, az is egy nagy mítosz, meg hogy az énekes mindig nyitott, ez is egy nagy mítosz. Nekem is vannak néma fázisaim, de az biztos, hogy nagyon tudatosan vezetem magam a kreatív munka felé. Ugye te is említetted a bevezetődben, hogy mivel kreativitást tanítok, meg kreatív folyamatot, ezért tudom a miben létét, tudom, hogy tudatosan le lehet rövidíteni a néma fázisokat, ha éppen ez jó, és mostanában kísérletezem azzal, hogy meddig lehet csendben maradni. De mondjuk a válásom előtt is egy évig csendben maradtam, tehát hogy az is olyan érdekes volt, hogy persze koncerteztem, de az új daloknak azért megadtam az idejét, meg nem adtam interjúkat arról, ami velem történik, tehát hogy ezek ilyen pillanatfelvételek, amikor az énekes felvételt készít, vagy koncertezik, és a pillanatfelvételek között vannak másik pillanatok, amelyek esetleg némábbak. Én magam eljutottam most úgy 45 évesen oda, hogy már egész jól vagyunk, én és az éneklés, én és az mindig jó volt, de én is a kreatív folyamatom, tehát így, ha ismerős vagy, például most újra elővettem Vörös Sándornak a vers születését a kreativitás kurzusom miatt, ott is ő is lerántja arról a leplet, hogy a művésznek megjön az ihlet minden nap reggel, nem jön meg. Néha ez munka, sőt, szerintem legtöbbször ez munka, és ezért te is láttam, hogy mosolyogsz, mert én nekem az a képem, hogy oda kell ülni a munka oltárához áldozni, vagy a mesterség oltárához áldozni, azaz le kell ülni, és 9-től délig ülni a zongora fölött, vagy felvételeket készíteni, tehát hogy ez nem mindig ihletből és áldott állapotból és kreatív flowból jön létre, hanem tudatos munkából. Ez a művész munka. És akkor mondjuk arra tudsz egy példát mondani, tehát hogy van egy olyan történés, vagy történik valami, mondjuk akár régről, tehát amikor még ennyire nem voltál minden eszköznek a birtokában, mondjuk, vagy a megoldások tárháza nem volt ilyen széles,
hogy akkor történik valami, és ott vagy, hogy menni kell mondjuk koncertezni, vagy egyszerűen le kell adni valamit, vagy tehát előfordulhatnak ilyen kényszerítő tényezők, hogy akkor hogyan nyitod meg ezt a csatornát magadban? Hát a legegyszerűbb, ami most egy elsőre eszemült, hogy elkezdem csinálni. Tehát, hogy akár, hogyha a régi történeteket kérdezem, most tudod, mi jutott eszembe? Hogy ez az elkezdem csinálni dolog, ez mennyire, tehát én nagyon sokszor megtapasztaltam, hogy maga a csinálás már gyógyít, tehát ha eldöntöm is, elkezdem konkrétan csinálni, azt, hogy nem tudom még mi lesz belőle, de elkezdem csinálni. Most, ahogy így beszélünk, itt vannak ilyen üveggyöngyök, és a pannikával rakjuk, és mindig kérdezi, hogy anya, mi lesz az, amit raksz? És mondom neki, hogy nem tudom, csak elkezdem rakni. Tehát, hogy ez az nem tudom, csak elkezdem, ez az egyik ilyen konkrét technika. És hogyha így a régről kérdezel, akkor is, tehát ugye nem voltam ennyire tudatos így az eszközökkel, de ez az elkezdem csinálni, ez bennem mindig ott volt. Mondjuk hozzáteszem, hogy én egy ilyen csináló vagyok, tehát hogy én mindig mély vízbe ugrottam fejest, parasztlány vagyok, anyukám azt mondta, hogy haladjunk már, fiam, egyről a kettőre, tehát ez az én tételmondatom, tehát nekem a csinálás az viszonylag könnyű, és ebben a frozen fagy állapotban én viszonylag kevés ideig hagyom magam lenni. De ez azt hiszem, hogy személyiség, meg egyéni történet típus, és én tőlem ezt a típusú csinálást ezt jól meg lehet tanulni. Igaz, magamat is kellett tanítgatnom. Most például, mondok egy aktuális példát. Most éppen angolra fordítom a kreativitás anyagomat, meg az énekes anyagaimat, hogy online taníthassam őket, és ennél például volt egy fagyfázis, egy fagyás fázis, amikor úgy éreztem, hogy a gépemen lévő magyar szöveg és a születő angol fordítása egyszerűen nem akar összeállni, és hát konkrétan azt éltem meg, hogy jön az oroszlán a szavannán, és wow, és szaladok, és konkrétan lefeküdtem, annyira beszorongtam, hogy én nem sokat alszom, de konkrétan lefeküdtem délután aludni egy órát, mert annyira szorongtam ettől, hogy Jézusom, nem áll össze, nem tudom a szavakat, nem tudom, mit akarok mondani, rengeteg mindent akarok mondani egyszerre, nem tudom, hogy menjek a legjobban, Úristen, biztos mindenki ezt gondolja, hogy milyen szarul tudok angolul, stb. Nagy levegő, és lefeküdtem aludni, és mielőtt álomba szenderegtem, tudtam, hogy ja igen, pont ez volt a magyar nyelvű anyagok kidolgozásánál, pont ez volt minden dal előtt, minden lemez előtt, minden pályaudvar előtt, sőt, néha egy-egy lemezbemutató koncert előtt is. El fog múlni. Tehát ez a másik, amilyen technikaként megjegyezhető, hogyha mondjuk ez az elnémulás, vagy fagyás, amiről itt te az énekesnek nagyon szép a fagyás metafora, hogy az énekes elnémul, akkor az, ami talán így segíthet ebből kivezetődni, hogy el fog múlni. Uh-huh. Ez nem lesz mindig így. Tehát, hogy a fagyás az egy nagyon erős félelemérzet, és a félelemről, meg általában az érzésekről tudjuk, hogy hangyabolyként alakulnak át egymásba. Sosem ugyanazok, nem marad, konstans mozgásban vannak. Tehát, ha elkezdem mondani, hogy el fog múlni, akkor ez lehet, hogy az idejét is lerövidíti ennek a fagynak. De hogy ez most egy ilyen aktuális példa volt, de kérdeztél régebbi történetet, és az egy ilyen természetes módon hult az ölembe, így a történetmesélés, meg a hang, meg az éneknek az erejéről. Egyszer egy bulgáriai kiránduláson eltévedtünk az erdőben, két sráccal, ahol medvék is voltak. És hát a végén nagyon féltünk, hogy tök sötét, merre kell menni, és elkezdtem szőni egy mesét. Közben énekeltem, mondtam a mesét, és a végére kiértünk ilyen, mintha ajándékba kaptuk volna így a meséért, meg a dalokért, Szent János bogarak a teli holdnál, tudod, ezer apró kis világító, ilyen, így a fú, tehát ez a létező legnagyobb gyönyörűség, és hogy akkor is ott megtapasztaltam a történetmesélésnek, meg az éneklésnek ezt a ilyen gyógyító, mágikus erejét, többször is megtapasztaltam, de ez most így bevillant, ahogy hallgattam a kérdésedet. Ezek jutottak most eszembe. Csak csinálni, aha, és el fog múlni. Ez nagyon szép, ez az erdő dolog. Nagyon, igen, nagyon. Igen. Picit átvezetve, bár azért ehhez is kapcsolódik, amit most beszéltünk, de hogy ugye a dalaidban nagyon sokszor
megjelenik. Most az utolsóban már nem, de az az előttiekben, főleg ugye a két nő, vagy nő, megint nő albumon is, a külsőddel való kapcsolódás, és hogy... és hogy azokat is, mintha magadnak mondanál, és ezzel egy ilyen erősítés történik. És nagyon sok énekesnél ugyanez megtörténik a hangjával. Tehát, hogy a saját hangjával problémái vannak. Mm-hmm. Egyébként nekem is volt. Még néha most is van. Mm-hmm. És megint csak ez a kérdésem, hogy neked volt-e, vagy van-e, mm-hmm. és ezzel most milyen a viszonyod? Milyen a hangoddal a viszonyod? Mindig van, tehát mindig csiszolom. Mondjuk nem ilyen ős a magot érintő problémák, tehát hogy én így 45 éves vagyok, és 6 éves korom óta nagyjából éneklek színpadon, vagy mit 8. Tehát, hogy most már egy nagyon mély barátságot kötöttünk én is a hangom, és rengeteget köszönhetek neki. Tehát, hogy mindaz, amiről eddig beszéltünk, a gyógyulás, a traumák, nem csak magamat, hanem egy közösséget is, egy törzset is tudok vezetgetni vágyirányba. Azért ez nagyon nagy ajándék, túl nagy ajándék ahhoz, hogy ne vegyem észre a saját hangomtól. Tehát, hogy süket lennék és vak lennék, ha nem lennék hálás a saját hangomnak. Tehát, hogy ez biztos, hogy ott van már bennem, hogy hangom és én, mi együtt vagyunk egy csapat, és hogy nagyon szeretjük egymást. Ugyanakkor így a határaival kísérletezem, tehát most így a fősőbb lágékat, így mindenféle skálákkal edzem, meg hallom, amikor mondjuk kevésbé énekeltem be, és akkor mondjuk volt egy élményem, most a Lisztes Jenővel játszottam egy erdőben, és annyira inspirált állapotba kerültem, hogy beéneklés nélkül is így, csak így arra gondoltam, hogy a Jenci most engem brutálisan szeret, így szexuálisan szeret. Nem, tehát hogy energetikai szexualitásra van szó, uh-huh. és hogy én ezt használom, ezt a nyitást, és és ott volt az egész napnak a legmagasabb hangja, és ez annyira érdekes volt megtapasztalni, hogy igen, el lehet jutni bemelegítéssel, meg skálázással a magas hangok jó megcélzásához, és el lehet jutni, úgyhogy konkrétan elképzeltem, tehát tényleg az volt a kép, hogy mi most így hangokkal szeretkezünk, és hogy abban van egy olyan önátadás és nyitás, hogy nincs az a magas hang, ami nem jön neki, és kijött, és ez így annyira jó ilyen belső kép volt, majd ezt beemelem lassan a tananyagaim közé, mert szerintem már te is kaptál. Igen, igen. Igen, de ezt, erről akarok beszélni majd. De egyébként ez onnan jutott eszembe, hogy elővettem, nekem megvan a pontosabban a nővéremnek volt meg a könyved, uh-huh. meg a Ribizli álom, meg az ahhoz kapcsolódó lemez. És akkor én ezt így beraktam még, amikor így már egy ideje ugye így hangolódok az interjú alanyokra, és akkor találtam ebből most egy bekezdést fogok felolvasni, hogy meghallgattam, milyen dalokat csináltam az utóbbi 15 évben. A frissen felvett dalok mellett előkerültek régi koncertfelvételek, zenekari albumok és mind a szólólemezek. Egy-egy hangnál néha úgy izgultam magamért, mint anya a kisgyermekért. És tudod, miért tetszett ez? Azért, mert nekem van egy ilyen élményem, amikor így stúdióanyagnál is meg ilyen élő felvételt kell keverni, hogy úristen, most fogom elrontani, miközben tudom, hogy nem rontottam el. És akkor ezt visszaolvastam, én annyira így olyan, mint amikor így összecseng az ember, hogy jaj, de jó, másnak is van ez az élménye. És hogy ebben például, ugye hát ez 2011-es, szóval, hogy 10 éves ez az anyag, 10 év telt el, és ekkor ezt írtad, ezt érezted, mikor újra hallgattad, hogy ezekben van koncertfölvétel. Most, amikor most dolgozol, és most hallgatod meg egy anyagodat, akkor ezeket a pici apró hibákat, vagy amiket mondjuk nem szeretsz annyira, vagy még érzed, hogy ezzel munka van, azokat hogy fogadod? Milyen érzést kelt a visszahallgatás? Összességében azt hiszem, én elfogadóbb vagyok a világgal, magammal, és ebben a két kislányom rengeteget segített. Tehát, hogy látni őket, reagálni az elfogadó magatartásomra, meg a kritikusra, ég és föld. Tehát én most a saját hangommal is elfogadóbb vagyok, de az biztos, hogy én egy ilyen perfekcionizmusból gyógyult valaki vagyok. Tehát, hogy ezzel a kontraproduktív önkritikussággal én azért nagyon sokat küzdöttem, hogy
Tehát én azt csináltam, hogy én úgy fejlesztettem mondjuk az egyszerének anyagomat, vagy az egyszerének koncertjeimet, hogy házi koncertek, felvéve videóra, kielemezve szóról szóra, hangról hangra. Tehát én nagyon ilyen szempontból nagyon kegyetlen vagyok magammal, és most ugyanezt csinálom az angol nyelvű tanítással is, hogy kérem a sorozatos feedbackeket, a visszajelzéseket a tanítványaimtól, én magam is kijegyzetelek mindent. Szóval, hogy nagyon, nagyon kritikus vagyok magammal, ugyanakkor az éneklős hangommal azért már annyi ilyen találkozásom volt, akár csak ugye említetted a lemezfelvételeket, hogy ez egy ilyen folyamatos találkozás volt önmagammal, ahol megtanultam a saját hangomat matériának, anyagnak hallani, és mint persze belőlem jött ki, én énekeltem azt a hangot, de nem rárakni azt az én is, én köztem levő ilyen jaj, nem vagy elég jó, jobban kellett volna, hanem egy ilyen énekesi anyag, olyan, mintha mondjuk Emesét, vagy Julit, vagy bárki mást hallgatnám, és hogy itt ez lehetett volna egy picit följebb, ez itt picit lejjebb, szóval, hogy így úgy, én szerintem elég jól megtanultam hallani magam, ezt így hangmérnökök is mondják, hogy én gyakorlatilag tudom magam ilyen self-produced módon, azaz ilyen önmagam énekesi producereként akár felénekelni dolgokat, mert hallom, hogy mi jó és mi lehetne még jobb. Tehát, hogy ebben van részben technológia is, hogy hallom, ha mondjuk alacsonyabb vagy az a díszítés nem gurult ki olyan szépen, de leveszem róla ezt a így kellett volna, úgy kellett volna, hanem csináljuk meg még egyszer. Uh-huh. És ettől olyan, tudod, olyan ettől, hogy olyan anyagnak gondolom, hát a mézes kalács tésztára se haragszol annyira, ha nem lett olyan szép a fenyőfa, amit ki szaggattál belőle, hát összegyúrod a széleket. Gyorsan bekapod a nyers tésztát. Bekapod másrészt, összegyúrod a széleket, csinálsz egy újat, tehát ez a csinálsz egy újat, megpróbáld még egyszer ilyen, kicsit ilyen semlegesebb módon, ugye ebbe az a nehéz, hogy a saját hangom az belőlem jön, és minden hanggal azonosítom magam, ami részben nagyon jó, mert önazonos élet. Másrészt van azért az a pont, amikor ettől egészséges távolságot érdemes tartani ahhoz, hogy dolgozni tudjak vele. És hogy ezt a fajta egészséges távolságot én azt hiszem, hogy ennyi idős koromra megtanultam, ugyanolyan kritikus vagyok magammal, mint voltam, csak ez a érzelmi, ha nagy dráma, ez úgy kikerült belőle, javítsuk, vagy csináljuk el még egyszer, vagy hallgassuk jóra, az is van, hogy egy dal egészében egyfajta, most érted, te is szeretsz olyan énekeseket, aki a Leanne LaHavas se mindig igen. tökéletes, vagy az én nagy ikonom Patricia Barber, főleg nem. Tehát, hogy ő nem, igen, nem is énekes elsősorban, hanem zongorista, dalszerző. A tökéletlen tört hangjai, vagy említhetném Billie Holiday-t, vagy nem tudom, bárki, vagy April in Paris, most így ez jutott eszembe, és ezek nem a tökéletességtől jók, ezek a hangok, hanem attól, hogy olyan jelenlét és olyan érzelem van benne, és megtanultam ezt is tisztelni és észrevenni a kevésbé tökéletesre formált hangjaim mögött. Na, nagyon sok mindent földobtál. Igen. Megyünk tovább, és egy csomó mindent majd még így be akarok kötni, mert gondolatébresztő, és ugye ennek a podcastnak többek között az is a célja, hogy ha valaki még indul ezen az úton, akkor ehhez találjon... találjon itt tanácsokat, de a jó értelemben, tehát, hogy próbálja ki, vagy így próbáljon ezekből építkezni, úgyhogy már is nagyon sok olyan dolgot mondtál, amit, hogyha én 20 évesen hallok, akkor lehet, hogy a 20 és 30 közt nem ennyit tépelődök. De ez egy nagyon sok mindenből ered, tehát ez a bizonytalanság, amit mondtál, hogy matériaként használom, vagy tekintek a hangomra. Ez nagyon sokszor jön ugye ebbe a tanult, vagy nem tanult szcénából, hogy ki honnan érkezik. És ugye te sokszor elmondod, meg tudom, hogy egyszer nekem is mondtad, hogy hát nem tanultam szolfést, de hogy ez is, ez meg itt van az én kezemben, hangomban. És ez neked okozott-e amúgy blokkokat? Én úgy gondolom, hogy most már nem okoz, de hogy ennek mi volt az útja benned, hogy végülis egész életedben ezt csináltad, de a konvencionális módon nem tanult zenész vagy végül is. De érdekes felvetés.
Egyrészt közben milyen érdekes, amúgy visszagondoltam, hogy amúgy rengeteg szolfés tanultam, meg rengeteg zeneiskolai ilyen tanulmány van mögöttem, szóval ilyen érdekes, hogy még én magam is úgy referálok rá, hogy azt nem tanultam. Oké, két dolog van ezzel. Egyrészt, hogy ma már a népzenei tanultságot is iskolának hívhatjuk, tehát, hogy ezzel is, bár én nem abban a kanonizált rendszerben tanultam a népzenét, de azt tudom, hogy iszonyúan, a fület iszonyúan tisztítja, vagy tisztítja. Tehát az, hogy hallás után díszítéseket leszedni, az egy, tulajdonképpen egy iskola, és hogy ez bennem egyébként akkor vált tényleg érvényes módszerré, amikor elkezdtem indiai zenét tanulni, amely indiai zenébe, kincses birodalomba tényleg csak a kislábujjam körmét mártottam bele, de még akkor is rengeteg mindent hoztam, például a validálását annak a módszernek, hogy fülből tanulok. És akkor utána jönnek hozzám énekesek, és éneklek egy számomra egyszerű dallamot, és nem éneklik vissza, és akkor lehet, hogy azt gondolom, hogy ja, ez lehet, hogy nem is olyan egyszerű, lehet, hogy ez egy metodika, hogy kell fülből visszaénekelni a dolgokat. Mert ugye mit csináltunk mi a 80-as években, az alig elérhető moldvai felvételeket, én fölkelék, jól égvel ajnalba, én fölkelék, jól égvel ajnalba. Most ezen az egyszerű dallamvonalon, ugye Simon Ferenc Józsefné Fazakas Ilona Én felkelék című moldvai imádsága volt az én első dalom, amelyel énekversenyekre készültem, és amely dallal órákat töltöttem. Szóval ezen az egyszerű dallamvonalon a kraftnak, a mesterségnek ezer és ezer apró tanulni, vagy nagyobb tanulni valója van, hogyan díszít, hogyan hangsúlyoz, mennyi időt tart a két sor között, milyen dinamikával énekli azt el, és hogy én ezt csinálom nagyon régóta. És akkor utána jöttek az indiai dallamok, ami, meg gatók, meg rágáknak a témája, úristen, és azt is fülből tanít. Nem jegyeztük le, fülből tanultuk meg soronként. És hogy ez bennem is idővel egy ilyen érvényes metodika lett, de ezt most egyébként neked is nagyon jó mondani, mert ezt el szoktam felejteni, hogy hát hiszen ez egy iskola, amiben én beleszülettem, vagy belecsöppentem. 6-8 évesen tulajdonképpen jártam ilyen módon is zeneiskolába. A másik, hogy szerintem, ahol én hiányosságot érzek, de ezzel is dolgozom, ez a harmóniák ismerete, tehát, hogy nagyon alapharmóniákkal dolgozom én, meg basszusvonalakkal, meg hát olyan zenészekkel, akik viszont nagyon jók harmóniában, tehát hogy ez egy ilyen lehetőség, hogy velük így a közös kreativitás örömeit megélni. De az is igaz, hogy a saját hiányosságaimat, vagy bizonyos szempontból hiányosságnak tekinthető tudáslukakat előnynek is lehet értelmezni. Mert én például biztos, hogy más típusú dallamokat találok ki, mint hogyha zongora és gitár mellett találnám ki, mert nekem a dallamvonal változatosságában kell megalkotni akkor ott a teljességet. Tehát én nagyon kevés dallamomat írom harmóniára, egy-kettőt igen, de alapvetően én szárazon csak a dallammal kezdek el improvizálni és fejleszteni azt. És mondjuk a Szabadon, ami ugye az egyik legnagyobb slágerem, az konkrétan szerintem egy horvátországi út hazafelé, ami 8 óra volt, 8 óráig próbálkoztam azzal, hogy mi a verszak, és mentem erre, mentem arra, jobbra, balra, csak a dallamvonallal. Az meg volt, hogy tararam, daradam, taradadadadam, ez a ritmusa a dallammenetnek, de utána, hogy hány, múltkor megtaláltam, hogy Jézusom, én tényleg szinte autisztikusan, így tényleg 8 óráig vettem fel a dallamokat, hála az akkori, tehát az exemnek például ez is hálás lehetek, hogy ezt így elviselte, hogy tényleg dallamot fejleszteni, azt én például nagyon jól tudok, mert nem akadályoznak meg a harmóniák abban, hogy na most erre kell menni, vagy arra, tehát bizonyos értelemben én szabálytalanabb vagyok az európai zene felől nézve, de mondjuk szabályos vagyok, mit tudom én, az arab makán felől, vagy az indiai, teljesen más dallamformáló rendszerek felől. Tehát, hogy azzal is érdemes ilyen a fogalmakkal így játszani, vagy ilyen fluiditást bevinni, hogy bizonyos dolgok nem tudása, az a kreativitásban segíthet. Így van, így van. Ez nagyon jó konklúzió ebből az egészben, mert ezt én is nagyon sokszor kiemelem. Magammal és másokkal szemben is, tehát az, amit én nem tudok, az
lehet valamilyen szituációban előny. De ez nem jelenti, hogy föl is vagyok mentve, mondjuk. Nagyon jó, hogy behoztad ezt a memóriából dolgozást. Ezt én fölírtam magamnak, mert én is ugye egy kicsit ebből jöttem, bár egyszerre volt egy ilyen edukációs folyamat a memória és a zeneiskola, de hogy most mondtad, hogy és akkor másoknak ez abszolút nem alap. Például a Kodály módszer is épít erre a zenei memória fejlesztésre. Tehát, hogy a pici részeket, a szomizációs dolgokat, tehát hogyha már ilyen metodika került föl, ezeket ugye visszaénekeltetik, és memorizáltatják a pici gyerekekkel, vagy az iskolásokkal, de mondjuk amikor felnőttként oda kerül valaki, és mondjuk elénekelsz neki, nem sikerül, akkor hogyan segíted azt, hogy mondjuk ettől ne feszüljön be, mert ugye ettől nagyon gyorsan így stoppot mond az ember, hogy úristen, nem tudom visszaénekelni, meg nem úgy, meg már nem hallom azt, hogy ott mit csinált valaki. Tehát hogyan segítesz mondjuk egy ilyen órán, ahol nehezen tanul valaki? Jaj, de jó, hogy ezt mondod, Istenem. Annyi felé elindul a fejem meg a lelkem. Hát egyrészt van egy ilyen alaphangulata az órának, mert én azért nagyon régóta tanítok, mert meg most elég nagy több tételbe, több formátumba, egyéniben, online, offline csoportot, magyarul, angolul, mindenféle nyelvű dolgokat. És azért egy dolgot így, még mielőtt kifejtek neked ilyen metodikákat, azért azt ide raknám, hogy ez a memória nagyon összefügg a jelenléttel. Tehát, hogy mennyire tud az az adott énekes ott és akkor jelen lenni. Mert általában azért nem tudnak megigyezni, persze bonyolult díszítéseket nem a legelsőre adok oda, de azért nem tudják visszaénekelni egy viszonylag egyszerűbb dallamnak a részeit, mert már az elején bejön az, hogy úristen, nem fogom tudni. És onnantól kezdve a figyelem az oda a saját szorongásra megy, és ahogy Gabriella Roth, az ötritmus tanár mondta, és ezt sokan idézik tőle, hogy put your attention to a more fascinating place, azaz vidd a figyelmedet egy sokkal csodálatosabb helyre. Tehát amikor feladom azt, hogy akkor ne azon gondolkozz, hogy úristen, be a sokkal szebben énekel, mint én, nekem ez nem fog sikerülni, és már el is felejtettem, hogy mi volt az első hang, hanem a teljes figyelmedet a dallamból arra vidd, és ne a saját szorongásodra, tehát ez egy sokkal csodálatosabb hely, maga a dallamvonal, mint az, hogy nem fogom tudni, de ez nagyon mélyen bennünk van, és figyelj, magában az ének tanításban szerintem van egy ilyenfajta, sajnos az az ilyen kritikus perfekcionizmus, ami nem segíti ezt a jelenlétet. És én nagyon sokszor, csoportban is, egyéniben is, azon dolgozom sokat az elején, hogy ez a fajta jelenlét és elfogadás és szeretet per önszeretet, ez olyan természetes legyen, mint a levegővétel. Tehát, hogy ez legyen az alap, az énektanulás alapzata, és mindent, amit csinálunk, technikát, az ebből nőjön ki. Tehát, hogy nagyon sok énekesemmel dolgoztam úgy, hogy a hitrendszereket meggyúrtuk, ezt a, mint tudom, ide is készítettem neked is, van egy ilyen mamutom, ami egy ilyen, konkrétan egy mamutagyar, Alaszkából kaptam, az Eszkimóktól hozta, ezt nekem Steve, és ez konkrétan a belső kritikusnak a szimbóluma, és visszabeszéltetem őket. Tehát énekóra közben van egy tanítványom, aki már annyira megszoktam, én csak néha odarakom neki a mamutot, hogy már ez elején nem tudott neki szólni, és utána elkezdett dialógusba kerülni, hogy hagyd már abba ezt a nem vagyok elég jó dolgot, hogy azóta néha csak oda pillant, és így röhög magán, és megcsinálja a következő tékre. Tehát, hogy ez annyira érdekes, hogy ezt ezerszer és ezerszer megtapasztaltam, hogy minél inkább jelen van valaki, minél inkább az összes gondolata és figyelme a dallamvonalon van, az éneklésen magán, a mesterségen, és nem azon, hogy jaj, én jó vagyok, rossz vagyok, milyen vagyok. Tehát ez a bizonyos flow állapot bekerül, onnantól kezdve annyira fluid és puha az énekes torka meg lénye, mintha csak egy kislány tanulna beszélni, hogy minden tapad rá, szívja be, mint a szivacs. Ez nagyon érdekes, mert én ezt felírtam magamnak, hogy amikor mi fölvettük a 24. adventi dalt, az ünnep azé, aki várja, akkor én ezt tapasztaltam meg,
hogy az volt az érzésem, hogy nem azzal, tehát hogy nem volt, ugye nem túl sokat gyakoroltuk azt, mert nem vagyunk ilyen időmilliomosok, és hogy így beálltunk a mikrofon elé, és én azt éreztem, hogy nem azzal vagy elfoglalva, hogy mi a dallam, és hogy ezt visszahívjam a memóriámból, hanem hogy ott és akkor mit fognak a zenészek csinálni, én és te. Tehát, hogy ez az ötös fogat, és ettől lett egy olyan érzékeknek a kinyitása, és egy ilyen folyamatos rezonálása a többiekre, hogy ettől mindenki sokkal jobban dolgozott. Ja, és végig, ahogy beszélsz, így a combomon rohangál valami ilyen érzet, így a gerincemtől indul el, tehát, hogy jaj, annyira köszönöm, hogy ezt felidézted, mert valójában ezek az állapotok, ahol zenét lehet csinálni, tehát valójában ezért csináljuk, hogy ezek az állapotok létrejönnek. És most én például erről eszembe jött, a Nina Simone-nak beraktam egy Montreux Jazz Festival live koncertjét, és hát tehát végig olyan együttállások, meg éneklések vannak, nem minden hangja tökéletes, tud, belemegy ezekbe a reketi, jó sok ilyen processzálatlan dű volt a Nina Simone-ba, de én imádom, tehát ahogy azokat a keménységeket odarakja, és nem mindig tökéletes hangok, de ki nem szarja le, tehát hogy ez tényleg ez a I got my head, tudod, I've got life, azt is énekli, és tehát sírok, annyira szeretem ezeket, vagy az előbb emlegetett Patricia Barber, de hát egész kánonja van a nem tökéletes, de mégis egetrengető énekeseknek számomra. De neked ez például ez a fajta jelenlétben való tudatos leledzés, mert hogy nyilván a professzionalizmusnak ez is egy szintje, hogy ezt tudom működtetni. De hol jöttél rá arra, hogy ez a titka? Tehát, hogy volt olyan pillanat, amikor átkattant ez az egész, hogy ja, igen, ezt kell csinálnom, nem a magam félelmeit előre törni. Hát nem tudom, de jó kérdés ez egyrészt. Nagyon jó kérdés. Másrészt tanítás során nagyon sokszor rájöttem, hogy például emlékszem, egy fiatal gitáros mellém került, és kérdezte, hogy kell 2 órán át jelen lenni. Tehát egyáltalán a kérdésnek a feltevése az egy elgondolkodtatom, hogy várjunk csak, hogy is kell tudom. Mert nekem egyébként, még mielőtt válaszolok, azt hiszem, hogy az nagyon természetes volt, hogy én a koncert alatt én tudtam jelen lenni, mert olyan, mintha egy ilyen másik világ hívásának engedelmeskedtem volna akaratlanul. Tehát, mintha nagyon nagy lett volna felejteni valóm az itteni világokból, franc tudja miért, de azt én nagyon korán jól tudtam szerintem, hogy így elmenni a zenének a hívásával, mint a nagy kékségnek a végén, amikor elmegy a delfinnel a mély búvár, tudod, hogy dönt, hogy elmegy a nagy kékségbe. Tehát, hogy én mindig döntök, hogy elmegyek a nagy kékségbe elég hamar. De hogy volt egy-két olyan érdekes módon negatív koncertélményem, aminek a kapcsán ezt az általad feltett kérdést át kell gondolni, hogy azaz, hogy hogyan kell tényleg jelen lenni akkor, amikor éppen nem tudok annyira jelen lenni. És az egyik, amit megfigyeltem, azt hiszem egy ilyen műpa koncert bemutató volt, hogy annyi volt ez az elvárás, nem tudom, tavaszi fesztivál, mit tudom, mi volt, hogy azt a szabadságot nem kaptam meg a koncerttől, és mondom, mi a francért csinálom, hanem azért. És elfáradtam a koncert végére, tehát nem töltött vissza, hanem elfáradtam, és akkor így leírtam, volt egy pár év, amíg minden koncertélményemről csináltam naplót. Ezt egyébként ez is, ha valaki fiatal énekesként hallgat minket, vagy zenészként, hogy csináljátok, hogy mondjuk adjatok egy hónapot magatoknak, és egy hónap alatt, ahelyett, hogy bort isztok koncert után, meg füvet szívtok, inkább írjátok le, hogy mi az élmény. Ne tompítsátok magatokat, hanem élesítsétek magatokat koncert után. Írjátok le, hogy mit éltetek át. És nézzétek meg, hogy egy hónap után mit ad ez ki ez az írás, ez a szöveg. Na, de visszatérve, hogy én akkor emlékszem arra, hogy ahogy így lepárolom magamban ezt a fáradtságot, meg ezt az ilyen, nem mondom, hogy kiégéshez vezető, de azért mégiscsak nyomasztó fáradtságot, hogy hát de énekeltem, hát ennek kéne a legnagyobb örömnek lennie, és nem az, akkor valamit másképp kell csinálni. És akkor ott volt egy ilyen fordulópont, hogy 2010 mondjuk, már előtte is ugye rengeteget, tehát én tényleg sem nagyon régóta, de ott volt egy ilyen, hogy na ilyen élmény többet nem szeretnék, tehát hogy én azt szeretném átélni, mint a vízben, ahogy úszok, mint amikor odadom magam, ugye a nagy kékségnek, most már sokat szor előkerül ez a víz dolog, hogy,
hogy akkor lehet, hogy be kell vállalni azt, hogy néha csendesebb, introvertáltabb helyről hozok létre hangokat. Lehet, hogy egy-egy dalnak most nem a felvételen hallott reprodukciója következik, bár ebben sosem voltam jó, mert mindig pont az érdekelt, hogy hogyan énekelhetek másképp. Gyakorlatilag improvizációs alapokat gyártok magamnak, alapanyagokat, a szabadon se tudom kétszer ugyanúgy elénekelni. Tehát, hogy akkor menjünk bele abba, hogy mitől leszek én szabad egy koncerten. És hogy persze tök sok mindent lehet csinálni, lehet kapcsolódni a zenészekhez. Ugye volt a Berger Dalma, aki háttal énekelt a közönségnek, nem tudom, hogy miért csinálta, de szerintem részben ez is lehetett, hogy azt a fajta szúrosságot, amit mondjuk a közönség jelenléte akár jelenteni tud egy introvertált ember számára, azt lehet, hogy ki akarta zárni, vagy tehát nekem is most a Covid alatt voltak olyan élményeim a zenészeim, mert ugye egymásba kapaszkodtunk pont, hiszen nem volt közönség. Szóval sok mindent lehet csinálni, de az biztos, hogy ott volt egy ilyen fordulópont, hogy én szabad akarok lenni koncert alatt. És ehhez el kellett gondolkodom azon, hogy hogyan tudok szabad lenni, ha végig jelen vagyok. Végig jelen vagyok, az azt jelenti, hogy az van, ami van. Ha éppen fáradtabb vagyok, és mondjuk fáradtabban indítom el, vagy picit rekettesség, vagy a légkonditól a Carnegie Hallban meg csesződött a hangom, akkor azzal indulunk el. Uh-huh. És akkor abból lesz valami. És hogy ezek az állapotok utána majdnem mindig csodát tudnak csinálni. Tehát ez a fajta ilyen elfogadásnak, hogy az van, ami van, abból elindulni. Engem, hallgatóként, nézőként sokkal jobban érdekel egy ilyen őszinte út egy énekestől, mint sem a tökéletességgel való küzdelme, bár az is érdekel. Uh-huh. De sokkal jobban érdekel az, amikor ő végigmegy őszintén ezen az úton. Most arra, ugye igazából egy ilyen tanári minőséged lett, az ugyanolyan láb lett, mint én így érzékelem így kívülről, mint az énekes előadó dalszerző, vagy olyan, mint hogyha abból így tényleg lett volna egy, vagy most már így megszületik egy ilyen professzionális tanítómester, és nagyon sokszor elhangzik, igen, én is kaptam ebből, amikor voltam nálad, két-háromszor volt egy ilyen kreatív énekóránk, hogy ez a szexuális energiának a használata éneklés közben, mint egy ilyen kreatív, kifogyhatatlan kút, legalábbis én így értelmeztem abból, amit mondtál, és erről én is olvastam már, vagy érzékelem ezeknek a rezgéseit. Mégis fontos kérdés szerintem az, hogy egyrészt az, hogy ez miért fontos mondjuk bevinni egy workshopra, tehát mondjuk van ott 100, elég sokan vannak néha a workshopjaidon. Igen, tehát a kis csoportosoknak... 50-60 az offline. Igen, most... 50-60 a... Igen, igen. Meg van egyéni, tehát hogy... például az én olvashatom, akkor elmondom, hogy ha én egyénibe vagyok veled, akkor én azt hiszem, hogy sokkal jobban el tudom ezeket fogadni. Mert hogy ott én biztonságban érzem veled magam, vagy ha nem te vagy a tanár mással, és mondjuk ez följön ez a téma, akkor valószínűleg meg is fogok tudni nyílni, és fogom is tudni csinálni. Mondjuk amikor tömegben van ez, vagy ugye még ilyen nagy nyilvánosság előtt is beszélsz ezekről, azok mindig egy picit azért így benyomják a stop gombot. Neked? Lehet, hogy még nálam is most nem tudom. De mi az adat? Tehát amikor azt mondod, hogy benyomják a stop gombot, mi az adat? A te saját érzeted, vagy mondták ezt mások? Mert ez érdekes, hogy ez csak egy érzete, tehát hogy most mondod, hogy mindig benyomják a stop gombot, visszakérdezik. Igen, nem mindenkinél, ez tény. Igen, lehet, hogy magamból indultam ki. Csak kíváncsiságból, nem az, tudom. Igazából az érdekel, hogy kell ezt mindenkinek mondani. És hogy ezt te miért, mert hogy úgy érzem, hogy a te metodikádnak ez egy fontos eleme. Hogyan került be, miért tartod ilyen fontosnak, és igazából aztán mik a reakciók rá, ez érdekel. Mert hogy nem a létjogosultságát kérdőjelezem meg, hanem szerintem tök fontos veled kapcsolatban ez. Jaj, dehogy is, tök jó kérdéseket tesz a föl, én nagyon kíváncsi vagyok, azért kérdeztem vissza. Nem a létjogosultságában meg nem is tudnám megringatni, mert megringatni igen, de megrengetni nem, mert annyira természetes számomra. Hú, még mielőtt válaszolnék, egy picit szótárazok, tehát számomra a szexuális energia az éltető, kreatív energia, és össze van kötve a szívünkkel, meg a teljes testünkkel, tehát, hogy én így tekintek rá. És most csináljunk egy ilyen kísérletet, hogy még mielőtt bármi teóriát, meg mindent felteszek neked, vagy a hallgatóinknak, így a felfröccsentek itt a beszélgetés vászonára,
így csak kezdjünk el egy pár légzéskört így úgy lélegezni, hogy megpróbáljuk a gerincünkön felszívni a levegőt a hátsó testfelszínen, és az előső testfelszínen le. És ez természetes módon magába fogja foglalni a nemi szerveinket, az alsó csakrát, azon át megy a légzés. Föl, most a fejtetőn fordul, le a testfelszín elején. Egészen le, oda le, puncinkhoz, kukinkhoz, amink van éppen. Ezt úgy hívják a tantrikus és a taoista tanokban, hogy mikrokozmikus pálya, tehát a hátsó gerinc, a hátsó testfelszínen megy fel a levegő, vagy bármilyen elképzelt kép, és az előső felszínen le, és ez természetes módon magába foglalja a testnek az energiaközpontjait. Ez egy nagyon természetes dolog, mégis elfelejtjük mind éneklésnél, mind szexnél, hogy ez valójában minden ilyen munkának a királynője az légzés. Tehát azért is gondoltam, hogy mielőtt bármiről ilyen teóriát mondunk, csak azt megnézni, hogy ezt a mikrokozmikus pályát, ezt az utat így bejárjuk akár csak a légzéssel, akkor mi történik. Nem tudom neked mi történt, de nekem teljesen elkezdett remegni minden, ami a mikrokozmikus pálya pontjai útjába kerül. És ugye vannak erről tudományos mutatások, az én egyik kedvenc könyvem, Hanvas Béla tibeti misztériumok című könyve, ami hát leírja, hogy a szerzetesek azért nem fagynak meg a mínusz 20 fokban, mert ezen a mikrokozmikus pályán a saját spermájukat keringetik. Uh-huh. Én nagyon régóta foglalkozom szexualitással, és az életem nagy fordulópontjai ebből nőttek ki. A Mantak Chia volt az első az 20-as éveimben, akinek a könyveit taoista szerelmi praktikák néven lefordították, azt elkezdtem tanulmányozni, és aztán sokan mondták rólam egy kívülről, hogy miért jó apaja be? Hát mert pinából énekel. Wow. És azt így mondta egy meleg srác, és mondom, hát ez tök jó, hogy ezt így kívülről is lehet látni. Én nagyon szeretem nagyon szeretem a szerelmeskedést, meg nagyon szeretem a testben való létezést, de hogy tényleg így ma 45 éves koromra túl kétszülésen, meg egyebeken úgy gondolok a szexre, meg a szívbéli szexualitásra, mint az önismereti technikák királynőjére. És egyébként az éneklésre is így gondolok, és a kettő nagyon közel van egymáshoz. Tehát ha csak belegondolunk az előbbi pici gyakorlatba, az éneklés is a légzéssel történik. Tehát azok a gyönyörű hangok, azok a kilégzésen fogalmazódnak meg ennek az előbbi mikrokozmikus pályának a kifázisán, amihez természetesen kell egy jó nagy belégzés is. Tehát, hogy ha már csak ilyen módon, ilyen nagyon elemi szinten összekötjük a szexualitást és az éneklést a légzés által, már akkor egy picit szerintem ez segíthet abban, hogy hol is vagyunk mi énekesként. A másik, hogy szerintem mindenféléről lehet így beszélni, meg én is nagyon sok ilyen beszélt módszerrel vezetgetem magam, kognitív módszerekkel, de annál erősebb tanítás, mint ami a test belsejében történik, annál erősebb nincs. És hát ugye mondják sokan, hogy ami nyílik alul, az nyílik fölül is, tehát hogy a punci és a száj, még az alakjuk is ugyanolyan, csak az egyik. De az izomzat is, tehát a medence fenékizmok abszolút hasonlítanak a gége, abszolút. A körülötte lévő hangszalag, tök ugyanolyan amúgy. És az egésznek, tehát van egy ilyen nagyon elemi hústörvény, hogy ezek a szorítások és lazítások, amely által létrehozzuk az énekelt hangokat, ezek ilyen nagyon erős egységélményhez, a baba szopizásához, meg ezekhez mennek, az öleléshez, ezekhez mennek vissza. Tehát, hogy én ezt nagyon mindenféle ilyen szégyentől, meg misztifikációtól távol akarom tartani. Ezek konkrét leírható dolgok, például a szexnél a légzés, és az éneklésnél is a légzés. És hogy konkrétabban válaszoljuk a kérdésedre, hogy szükséges-e, tudod, én azt tanítom, amin én átmegyek, meg amit én is jobban akarok tudni. Tehát, hogy szükséges-e engem ez a fajta ilyen, nyilván én azért nagyon figyelek, hogy milyen közegben beszélek erről, és hogy, és mennyi kognitív edzés, vagy bevezető után beszélek, mondjuk egy céges előadáson a szexről. Igen. Tehát nyilván azért én sem rontok ajtustul a házba, pont azért, mert egy szexnél is nem úgy kezdett, hogy hé, gyere ide, vagy igen. Mondjuk egy pár, nem, a közepén kezdjük. Lehet, hogy úgy kezdem, de sőt, akkor ezt is kérem, hogy légy, most így rakd fel a konyha asztalra.
hogy gyere ide módon kezdjél el velem kapcsolódni, de azért én nagyon óvatos vagyok ezzel, és a dolgok egy, vagy az óra, vagy a koncert egy bizonyos pontján hozom ezt be, és én a csendekből is hallok, tehát az is nagyon jó, amikor a csendeknél, például a számítógép özvegynél megkérdezem, hogy na hát, csak gondoljátok át, hogy szerintetek hányszor az elmúlt egy hétben érintettétek a képernyőtöket, a páratok teste helyett, és akkor nagy csendek vannak, hogy, mert ha belegondolunk, akkor tulajdonképpen ez a valóság, tehát hogy ma sokkal többen számítógép és képernyőfüggők, mint sem a szex, a szívbéli szexualitásnak áldozók, és szerintem ez legalább akkora traumát okoz, mint mondjuk a COVID maga. Tehát, hogy az emberek nem szerelmeskednek, nem fogják egymást, se magukkal, se másokkal, nem érik a szívbéli szexualitás aktusait. Ez szerintem nagy baj, és az szóval, hogy én ezt egy kicsit ilyen missziónak kezdem most már tekinteni, mert én magam megtapasztaltam, hogy milyen az, amikor a test belsejében elkezdek dolgozni, konkrétan akár jádetojás gyakorlatokkal, vagy akármilyen szexuális munkával, hogy mit szabadítasz föl énekesként. És hát a kérdezet, hogy szükséges-e tanítani, hát hülye lennék visszafogni? Hát ha magam rájöttem, rengeteg munkával belekerült, mit tudom, egy vállásomba. Ezt pontosítom, ezt nem azt gondolom, hogy nem szükséges, mert hogy szerintem ez... mert van, amikor abszolút ott a helye, hanem hogy jó, akkor most kicsit konkrétizálom, hogy... Már vártam. Hogy vannak nagyon valamilyen ok miatt, valamilyen történet miatt, de zártság ezzel kapcsolatban, és azt vannak azért súlyos történetek is, tehát hogy lehetnek ugye nagyon, amit nem gondolok, hogy nem tudsz kezelni, tehát hogy így abszolút biztos vagyok benne, hogy tehát hogy gyógyításra vár, de hogy van, amikor nem ott van a helye, akkor így mondom, és én azt gondolom, hogy a szexualitással van az embereknek egy ilyenje. Nagyon, ugye nagyon, most ebben nem menjünk be, hogy mennyi stigmája van, meg nem tudom, tehát ez egy nagyon nehéz történet, de hogy nagyon nehéz történet. És amikor énekelni akarnak, akkor azt gondolják, hogy hát ez ilyen for fun, hogy így tök jó, hogy és akkor előjöhetnek erős dolgok, miközben egyébként a dalszavaiak 90%-a arról szól, hogy én szeretlek, te szeretsz, vagy hát és akkor itt van ez a szeretett témakör, ami igen, nincs érintés nélkül, tehát nem tudlak úgy szeretni, hogy csak nézlek, vagy szerintem. Én is folyamatosan hozzá akarok érni ahhoz, akit szeretek, és de hogy kapcsolódhatnak ilyenek is, és ebbe bele lehet azért futni, hogy fú, valamit kinyitottam, fú, valami de nagyon erős történik, és tehát, hogy ezeknek a, ugye megint visszatértünk a kezdő határ, hol vannak a határok, ez pont ez a téma, ahol ugye vannak a határok, és azokat nagyon nehéz tartani, hogy ezekben érzem, hogy ezekben hogy találod meg ezeket a picike kapukat. Igen. Figyelj, egyrészt ebben most már viszonylag sok gyakorlatom van, egyrészt nagyon figyelek, másrészt nagyon érdekes, hogy pont ezt mondtad, de nagyon szeretek. Tehát, hogy azért én nagyon tartom a teret, amikor mondjuk előkerül a szexualitás. Tehát egyrészt az óra bizonyos pontján kerül elő, vagy a koncert bizonyos pontján kerül elő. Nézd, koncerten nem vagyok azért felelős, hogy ki hogyan gyúrta meg a saját szexualitását. Jó, de a zenét hallgatni, jött fi az énekest, én nem árulok zsákba macskát, ott van, meg lehet hallgatni. Aha. Tehát hogy azért nem érzem magam felelősnek, hogy ott megtartsak embereket, de amikor tanítok, akkor azért ez elég pontosan szabályozva van, hogy meddig megyünk és mit csinálunk, ez az egyik. A másik, hogy ugye ez énektanítás, vagy kreativitás tanítás, ez a kettő van. Azért én pontosan, tehát valahogy van bennem egy ilyen félelemmentesség, hogy ha csak nem olyan emberrel dolgozom, akiben törésvonal van, akkor ezt kis lépésekkel nagyon szépen lehet felnyitni, és nagyon figyelek egy, és nagyon szeretek kettő, és pont ezt a szót mondtad, és nálam a szeretés szónak van egy konkrét ilyen szinonimatára. Elfogadásmentesen figyelek, nem ítélek meg, adok egy melegséget, mint anya a gyerekével ilyen figyelem, hogy mi van, mi történik, közelengedek. Tehát, hogy nagyjából ezt jelenti a szeretet, semmi romantikus nincs benne, semmi, hanem ez az elfogadásmentes, meleg, elfogadó energia, ez az, ami itt ahonnan most is beszélgetünk, ebben a térben így megül, onnantól kezdve, hogy az énekes belép.
Tehát ebbe lép bele, ebbe a térbe. És hogy ez szerintem nagyon fontos akkor is, amikor ez a szexuális téma felmerül. És most nagyon érdekes ponton beszélgetünk erről, mert van egy zárt Facebook csoportom, ahol a júliusi téma éppen a szívbeli szexuális, és nagy, ugye majdnem 2000 ember, nagyon óvatos dolgokat kezdek felrakni. Tehát mi szótárazunk, kinek mit jelent ez a szó? Mert néha ott elakadunk, hogy a szex neked azt jelenti, hogy trauma, meg erőszak, neked azt jelenti, hogy gyönyör, meg kiteljesedés, neked azt jelenti, hogy elakad. Tehát tök mást hív, és ezt nagyon fontos tiszteletben tartani, de önmagában, ha csak előhívjuk ezeket, mint ilyen érdekes szótárazás, hogy milyen szavakat használunk rá, akkor már például nem nagyon lőhetünk mellé. Tehát, hogy nekem ilyen szempontból van egy elég nagy biztonságom, meg félelemmentességem, hogy pont annyi fog följönni akkor és ott egy emberből, amennyit az az adott ember is elbír. És hogy ezt tényleg nagyon sok óra ének, meg kreativitás tanítás után tudom mondani, hogy eddig még nem volt hiba. Inkább olyan történt, ami ilyen pozitív meglepetés, hogy nemrég tartottam az énekes anyagomnak egy olyan tesztverzióját, ami online és offline volt. Ez egy 10 fős kis csoportos munka volt. 6 óra alatt telt be. Tehát, hogy ezt így néztük, hogy az későn hirdettük meg, és 6 óra alatt kb. 10 ember lecsapta és várólista. És hát csodálatos dolog történt. És ők maguk számoltak be szexuális változásról. Anélkül, hogy ott ez konkrétan téma lett volna. És ez nagyon érdekes volt mondani, hogy hát Beával csak énekeltünk, de megjavult a szexes életem, én nem ezem a szexet, de itt csak így néztem, a Csokoládé című filmben, tudod, hogy az emberek elkezdik enni a csokoládét, ami Juliette Binoche készít, és akkor rögtön minden jobb lesz. Így van. Tehát, hogy ez valahol nagyon természetes módon összekötődik a mélyben, és itt most addig is, amíg te beszéltél, vagy a kérdést feltetted, ha figyelted, így addig is editálgattam, hogy mit mondjak el egy ilyen podcast keretében, és mit ne. Tehát tulajdonképpen az elmúlt 10 perc beszélgetés részlet az egy ilyen metája annak, hogy mit csinálok én, amikor a szexualitást összekötöm az énekléssel, hogy egyrészt nagyon figyelek, másrészt mindig kérdezek, és kíváncsi maradok az adott emberre, hogy neki hol lehetnek a blokkjai, ahol éppen lehet a határon dolgozni, vagy éppen nem. Tehát, hogy mert éppen az majd a következő órán, vagy a következő évben, vagy egy következő kreatív fázisban fog kibomlani. Minden esetre én ezt nagyon fontosnak és szükségesnek tartom, és ahol te óvatosan megjegyezted, azt hiszem, hogy te is, ahogy én nem biztos, hogy jól érzem, úgyhogy csekkolom, hogy te magad is találkoztál tanítás közben ilyesmivel, ha jól értem. Tehát, igen, hogy, igen. Meg saját magam saját megélései, abszolút, abszolút. Mondjuk a te órádon volt először olyan, hogy ezt összekapcsoltam, azt hiszem. Tehát, hogy megtörtént már előtte is, csak nem volt ez tudatos szintre hozzá, tehát nem gondolkodtam el rajta. Azóta azért ez azért így megjelenik, tehát, hogy erről így szoktam, hogy megutána olvastam jobban. No, van egy ilyen gyors kérdésem, hogy mennyit énekelsz most az életed, tehát a napi 24 órából, spontán, tehát, hogy aminek nincs munka szaga. Tudom, hogy nálad azért a munka fontos, de igen, vagy ugyanaz most, szinte, igen, de mégis. Mégis. Bocs, közben vágtam itt a késés miatt, meg hogy éppen próbahét van, meg koncert, lemezbemutató. Azért anélkül is elég sokat, tudod miért? Mert a kisgyerekeimmel nagyon sokat énekelünk. És ez annyira hálás vagyok nekik, hogy ők ilyen spontán behoznak ilyen olyan jeleneteket, a Pannikával a kiskecelányomat egyik fürdés után tanultuk meg, és pusztán attól, hogy anya szemmagasságban jó nagyra tátogva elmondta a szövegét, így beleszugerálta, belehipnotizálta a kislányba, azóta ő annyira jól tudja ezt a dalt, és annyira szereti, sőt, a múltkor fogmosás közben mi hárman, a két kislánya, a kiskecelányom dallamára improvizáltuk el a nap jó történeseit, és akkor ezekből annyi ilyen szívmelengető jelenet van. Szóval, ha nem munkaéneklés, akkor ez úgy sokszor van, meg tudod mi ez a zuhanyzás, autózás, mosogatás közben, tehát ez amikor így a kezem jár, tudod, így csonta, vagy ilyen elfoglalom magam így a testem egy részét, akkor úgy természetes módon jön az éneklés, meg autóban, tehát most fogunk majd többet autózni,
és autóban nagyon sokszor éneklünk. Ez nagyon jó, igazából ezt vártam, hogy a gyerekeket behozod, mert hogy nagyon sokszor jön például hozzám kérdés, olyan, akinek ugye iskolás a kisgyereke, hogy mit csinál, hogy annyira fogékony rá, tralalalala, mit csináljak vele. Ugye nagyon sokszor el is akarják hozni hozzám. De mindegy, most nem az én véleményemre vagyok kíváncsi, hanem arra, hogy például te a Lilivel meg a Pannival azon túl, hogy otthon ezt ilyen módon, ahogy most így elmondtad, megéritek, és ebben van egy ilyen nagyon jó érzés. Tudatosan úgymond alkalmazod-e rajtuk ezeket a kreatív metódusokat, vagy akarod-e őket valamifele irányítani, vagy mennyire szabad nálatok ez a zenei tanulás, vagy a zenével való foglalkozás? Hát egyrészt meg kellett állapodnom magammal, hogy én ezt nem fogom nyomni. Tehát azt úgy el kellett engednem, hogy jaj, két éves korában sokkal tisztábban énekelt a szabadon. ő rajtuk például teljesen meg tudom figyelni ezt a jelenlét dolgot. Tehát ha jól vannak, sokkal tisztábban énekelnek, ez annyira érdekes meg, hogy egy jelen vannak. De nekem így volt egy jó pár év, ugye a Lili lányom 9 lesz, a Pannika 5, tehát hogy el kellett engednem azt, hogy én egy ilyen zeneedukátor legyek otthon, inkább így a játékosságot akartam behozni, meg a zenének a szeretetét, de hát az azért látom, hogy az ott van, tehát azt azért sikerült így, mivel anya mindig ezt csinálja, vagy az idő nagy részében ezt csinálja, vagy sokszor ezt csinálja, azért az úgy átragadt rájuk, hogy lehet leülni a zongorához, lehet dobolni, lehet. Mostanában persze, mert ez megy, Lili, hagyj, akarsz, csukd be az ajtót, és halkíts le az elektromos zongorát. Szóval inkább így ez van, hogy férjünk el egymás akusztikai tereiben. Meg például a hangoknak a tisztelete, hogy például nem beszélünk egymás szavába, és nem beszélgetünk zene fölött, tehát vagy zenét hallgatunk, vagy beszélünk, tehát hogy ez egy ilyen nagyon fontos, szinte ilyen algoritmus már, amit ők is megtanultak. De hogy én nekem tényleg azt a játékosságot és elfogadást és megengedést kellett tényleg megalapozni így kreatív alaphangulatként feléjük is, hogy ne legyek ilyen kritikus anya, meg ilyen perfekcionista anya, amilyen azért szerintem magammal voltam nagyon sokáig, mondjuk évtizedekig. Tehát mondjuk nem javított ki őket, hogy akkor most ez, énekeljük még egyszer ezt a sort. Jaj. Figyelj, és arra is rájöttem, hogy ez nem én kell, hogy legyek. Tehát én túl sok mindent képviselek. Önmagában már kicsit apjuk és anyjuk vagyok emiatt az egyszülős modell miatt. Ha még ebben is jövök, hogy még ez is én leszek, szóval, hogy én nagyon jó, most van az a nyár, amikor nagyon jó zenetanárokkal összeszűrtem a levet, zongora, meg Lilike járt egy éve szolfézsre, az is jó volt, de hogy most ilyen jó, nagyon jó zongoratanárt találtam, meg tanárokat. De hogy ne én legyek egyedül a zenetudásnak a helytartója. A Pannika még jobban be van kötve, tehát ő még jobban az én aurámban létezik, és ővele tényleg nagyon sokat éneklünk. A Lilinek meg most már meghagytam azt, hogy nagyon jó tanárokhoz el tud menni. Szóval nekem inkább így ez volt, így pont, te nagyon érdekes a kérdésed, mert pont azt a szeretem az ötleteimetből, vagy a szeretem a saját hangomat, szeretem a saját zenéségemetből, az én tananyagaimból, azt kellett leginkább megtanulnom nekem anyaként, hogy mi is a szeretet. Na nézzük, elfogadás, melegség, nem megítélés, akkor is, ha az én lányom nem baj, hát a cigány nem énekli olyan pontosan, mondjuk pont azokat pontosan énekli, de hogy ezeket így ne akarjam így ilyen kritikus anyából nyomatni. Majd ezt a zenetanár, és akkor majd neki meg akar felelni, és akkor neki megcsinálja meg majd. Ez amúgy is tudod, miért még egy utolsó gondolat, tudod, miért egy érdekes kérdés? Mert ugye a home office idején, vagy a homeschool idején, az otthoniskoláztatás idején amúgy is összeolvadtam. Egy picit még jött egy harmadik szerep is, a, nem tudom, két meeting között 8x8-at meg ő betűt kerekítettem, de néha megőrültem. Tehát, hogy még a tanítónénia is legyek a tanáromnak, vagy a gyerekemnek. Milyen érdekes elszólás. Közben pedig végső soron nem cserélném el semmiért ezt a másfél évet, mert tök sok közelség született ebből. Igen. De én most ezt a terhet le akarom venni az én még kicsit túl kritikus mamutos belső anyámról, hogy őket is ilyen megfelelésekbe. De azt hajtsam úgy, hogy inkább a játékosságot részesítem előnyben. Jó, van egy záró kérdése a podcastnek, ami maga a címe is, hogy Szabad bennem a levegő. Ez a sor Szabó T. Annáé, Zenészdal című verse. De most
azt kérem tőled, hogy ha kimondod ezt, hogy szabad bennem a levegő, az mit jelent neked? Emese, ez most egyrészt elkezdtek bizseregni megint ez a mikrokozmikus pálya benne, mert én nem tudtam, hogy ez a címe a te podcastednek, és én enélkül kezdtem el itt légző gyakorlatokat behozni. Úgyhogy ezen csak így, ha így azt mondom, hogy szabad bennem a levegő, akkor van egy ilyen bizsergés így a medencémben, meg egy ilyen nyugalom, ami megül bennem, és ösztönösen mélyebb levegőt veszek, és kilélegezni is akadálytalanul lélegzek ki. Hagyom ezeket az apró rekedtségeket megjelenni a beszéd hangomban, és teljesen lenyugtatni a kis ujjam körmétől a lábam ujjaig mindent. Köszönöm szépen. Köszönöm az interjút. Én köszönöm, Emese, hogy beszélgettünk. Nagyon jó volt. A podcast elkészültét a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló program támogatta. Média partner a Papagéno.